A térség 12 általános iskolájából látogattak el végzős diákok az ipari iskolába. Egyebek között Lábodról, Segesdről és Barcsról is érkeztek. A nagyatádi szakgimnázium és szakközépiskola diákjai és tanárai a helyben oktatott szakmákat ismertették. Ez egy hagyományosan megrendezett pályaválasztási nyílt nap. Ebben a formában körülbelül 5-6 éve már rendezünk, és azt mondhatom, hogy nagyon sikeres egyébként. Az általános iskolák végzőseinek, elsősorban a 8-osoknak, de egyébként a 7-eseknek, a szüleiknek, pedagógusaiknak szoktuk megrendezni. Mindenképpen azzal a céllal, hogy segítsük a pályaválasztási tevékenységüket. A diákokat az intézmény igazgatója Döbéné Lajos Katalin köszöntötte. Beszédében a továbbtanulás és az iskolaválasztás fontosságára hívta fel a figyelmet. Úgy gondolom, hogy ez egy tényleg nagyon-nagyon fontos döntés, és nagyon alaposan végig kell gondolni a szülőkkel, tanáraidokkal megbeszélve. Ebben segítenek a középiskolák, hogy milyen irányba tudjatok elmozdulni. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara vendégelőadója a szakképzés rendszerét és állami támogatottságát mutatta be. Szerinte egyre inkább szükség van Magyarországon jó szakképesítéssel rendelkező munkaerőre. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos részét képzi a szakképzés ma Magyarországon a jelenlegi képzési rendszernek. Ugye nagyon fontos, hogy a gyerekek duális képzési rendszerben vesznek részt, ami azt jelenti, hogy az elméletet a szakközépiskolákban, illetve szakgimnáziumokban sajátítják el, és a gyakorlatot pedig külső képzőhelyen tudják tölteni. Természetesen hiány szakmák vannak. Minden tanévben kiadásra kerül egy kormányrendeletben, hogy melyek az adott tanévre vonatkozó hiány szakmák. A szaktanácsadó megemlítette még, hogy a hiány szakmákat választó diákok az úgynevezett Szabóki Adolf ösztöndíjban részesülnek. Az iskolában jelenleg 8 különböző képzés zajlik. Ezek közül 4 a következő tanévtől állami ösztöndíjas szakma lesz. Van, ami még az idei évben szintén állami ösztöndíjas, tehát tulajdonképpen 5 ilyen szakma van nálunk. És forgószínpadszerűen interaktív módon próbálhatják ki ezeket. Az aulában felállított standoknál mindegyik tanított szakma képviseltette magát. Szakoktatók és diákok együtt mutatták be az egyes szerszámokat, eszközöket. Ezeket az érdeklődők ki is próbálhatták. Ennél az asztalnál az eladó szakmát mutatjuk be. Úgy készítettük elő ezt a napot, hogy az ideérkező diákok megismerhetnek gyakorlatilag egy árcímke felhelyezést, illetve az árazógépeinket próbálhatják ki, illetve tájékoztatást kapnak arról, hogy ezzel az eladó szakmával hova lehet elhelyezkedni. Az itt tanuló diákok rutinosan ismertették a gépeket. Olyan árbelövőt kell használni, hogy az akasztójába így beledugjuk, és ezt a címkét így rárögzítjük, és határozottan meglőjük, és így beraknak. És így kell használni. A bonyolultabb ipari gépekkel is ügyesen bánnak már az ipari gépészszakos diákok. A helyszínen a szegecselés technikáját ismertették. Ehhez több gépész szerszám ismerete szükséges. Én második évemet kezdtem itt szeptemberben, ipari gépésznek tanulok itt Nagyatádon. És mit mutatok itt az asztalnál? Itt az asztalnál hát olyan dolgokat mutatunk be, amit úgy gyakorlaton napi rendszerességgel használunk, mint például a fúrógép, a fogók, szegecselünk, ami úgy minden nap használunk. Itt vannak különlegességek, mint például a szilhajtást, amit a 8-as gyerekek kipróbálhatnak összerakni. Mindegyik asztalnál más-más szakma részleteit mutatták be. Itt például a burkoló és kőműves munkák eszközeivel ismerkedhettek a diákok. Mozaikokat rakhattak össze az alapanyagokból. A festőmázolóknál díszes mintákat készíthettek az érdeklődők. Az iskola diákjai helyi cégeknél végezhetik a duális képzés gyakorlati részét. Egy hetet iskolában vagyok, egy hetet pedig gyakorlaton vagyok kint külső gyakorlaton a Bagolystársa cégnél, festő szakmán. Szoktunk festeni ugye, glettelni, mázolni és tapétázni is különböző helyeken. Az aula egy részét elkülönítették és egy egyszerű vendéglátó egységet rendeztek be. Itt a pincér, szakács és cukrász szakos hallgatók tartottak bemutatót. A vendégdiákokat meleg italokkal, nyírségi gombóclevessel és pohárkrémmel kínálták. Mindeközben a tanoncoktól érdeklődhettek a szakoktatásról. A bemutatókat nem csak az iskola falain belül tartották. A 8-as diákok megnézhették a duális képzések gyakorlati helyszínét is, például a hotelszolárban is megfordultak. Két évfolyamot érint, ugye 10. és 11. évfolyamot, körülbelül itt jelenleg 40 tanuló van az iskolából, aki ezen a két szakmán tanul.
Mit mutat ebbe az ideálatokat tudják most? Minden részét a vendéglátásnak, tehát az éttermi étkezés, a rendezvények, az állófogadások plusz a szállodai étkeztetés minden egyes fortéjába próbálnak beletekinteni és kipróbálni mindent. A szakács és pincérszakos tanulók a Solar Hotelben szereznek szakmai tapasztalatot. A diákokat körbevezették a szálloda éttermében és konyhájában. Sokan végzik a gyakorlatukat az Árpád Fejedelem Általános Iskola konyháján is. A cukrász és szakácsmesterséget tanulók Mészáros Zoltán oktatótól kapják az utasításokat. Mint mondta, sok tényezőtől függ, kiből lesz jó szakács. A bemutató végén kóstolóval kínálták meg az érdeklődőket. Palacsintát megkínáltunk, Volt egy hurrá! Számos egyéb technikát és készséget sorolt fel a tanár, amelyet egy szakácsnak el kell sajátítania. Volt, akinek megnyerte a tetszését a konyhai munka. Rebeka is szakács szeretne lenni. Most néztük a palacsintasütést, akkor hogyan kell tálalni köreteket. Szoktam palacsintát sütni, akkor ilyen egyszerű kis dolgokat. A pályaválasztási tanácsadás másnap is folytatódott. A szakközépiskola tanulóinak találtak ki a szervezők programokat.